Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Hitspace támogatja. Az a lényeg, hogy itt ülünk Kovács Ákos művész úrnál. Tavaly is itt ültünk veled, és még szerintem egy jó ideig itt fogunk. Az idén vissza fogok jönni. Azért fogok visszajönni, az idén megjelent egy lemezed, és kicsit még engem is megérintett így 30 év után, úgyhogy betetszett. De most nem igazán erről akarok veled beszélgetni a zenéről, hanem tudod, hogy az én szakköröm az amper szag, ahogy te is mondtad. Kicsit az én szakköröm is. Igen. Na most azt a nézők nem tudhatják, de oda mondom a kamerába, akkor hogy lássák az arcomat is hozzá valamelyikbe, hogy azért itt másfél órát itt eltoltunk a hülyeséggel. Tehát ezt kétségtelen tény. Szereltünk, kábeleztünk, valika mindent kipróbáltunk már, mindent csináltunk, elfelejtettük, hogy a műsorra jöttünk. Tehát mi mindig jó szórakozunk, de most egy kicsit szórakoztassuk a népeket is. Jó. Mit mondjunk? Azt mondtad nekem a telefonba, hogy hajlandó vagy arra, hogy belemutatsz abba azokba a dolgokba, hogy készült a lemez. És itt van egy nagyon érdekes apropó, és ez most egy ilyen költői kérdés így a műsor elején. Nagyon sokan cseszegetnek bennünket, tudod, ezzel a in the box, analóg összegzés, mint és látták a múltkori műsort, látták, hogy itt analóg összegzel, és most te egy új dologgal megfejelted, azt én tudom, de most a nézők még nem, de hát te fogod elmondani azért mindjárt. Itt. Így van. És plugin, mi van, mit csinálsz, miért csinálod, mitől jobb, légy szíves, prezentálj, hogy ne csak az én véleményemet kapcsolok hallják. Akkor, jó. Kapcsolj akkor. Itt van egy analóg összegző keverőnk, Rupert Niv jóvoltából, és itt van az MPA, ami az én stúdiómban egy nagyon központi elem, Réveden került hozzám. Ez egyszerre egy előfok, mindjárt kettő előfok, digitálisan vezérelt, de analóg, EQ. Róla beszélünk, ugye? Az EQ, igen. Tehát most kapcsoltam be. Na, ezt mondja, itt rögtön egy... Itt tudunk neki az előfokon gaint adni. Most látom, mind a két csatornán adtunk gaint. És van még egy okosság, ez pedig a csöves na, annak kell egy kompresszor. Hát, míg bemelegszik, addig más hangon. Mennyi idő, míg bemelegszik? Fél órával előtte szoktam bekapcsolni az elektroncsöves olmiáimat, így vagyok a csöves mixivel is. Na most... hogy in the box is lehet keverni, nagyon jól. Sokáig kevertünk in the box, és hallunk olyat, hogy óriási nagy nevű mixerek in the box kevernek, és nem halljuk, hogy a dobozba szól. teljesen más analóg keverni. Te miért szeretnél? Abszolút a saját véleményedre vagyunk kíváncsiak. Tök másképp szól. Először is úgy kezdődik, hogy amit in the box összekeversz, és már a bitek ott versengenek, ugye, hogy a kiírjél a pirosat hamarabb. Kiírjél a pirosat hamarabb, és amikor piros, akkor nagyon rossz. Megtanulod, összeáll valahogy, szól valahogy, megszokod, ugye jóra hallgatod, ismerjük ezt a jelenséget, és akkor azt mondod, hogy jó, mi most ezt kiküldjük 16 sávon, 8 stereo sávon általában. Kiküldöd, rögtön rosszul szól. Tök ugyanaz a mix, pedig elvileg kalibrálni kell az analógot, amit mi beszoktuk kalibrálni minden mix előtt. Ez egy idegtépő feladat, a lepeit adja az alapjelet, a mérőjel igen. Ott megy ki, én meg ugye ez nem racsnis, én nem is értem ezt, hogy ez a Rupert névek is elmennek a fenébe, és több baja van, ahogy szól az álom, tehát a trafóben, hát érzed, na, szóval... De dolgozni kell tehát, vele. Tehát a probléma abban áll, hogy például ez egy mastering grade eszköz, tehát mastering szintű eszköz, de ugyanakkor egy csomó szolgáltatás nincs benne, amit szerintem az ember egy masteringnél elvárna, például, ha nyilván nem lett totál recall valami, de legalább mondjuk racsnik lehetnének rajta, hogyha lefényképezed, akkor hogy álltak, tehát nyilván, hogy egy összegzőkeverőt hogy használsz, úgyhogy a keverést azt lényegében a dobozba végzed el, aztán 8 stereo sávon kiküldöd, és itt csak és itt csak az összegzés zajlik, tehát nyilván nem itt keversz, mert hogyha keverőn akarnak keverni, akkor kéne egy keverőasztal. Szerintem az már redundáns ma, csak egy pár nagy stúdió engedheti meg magának világos Magyarországon, költségek. És de értelmetlen is, mert igen. Most már a számítástechnika olyan dolgokat tud, tehát simán egy laptopon teljesen broadcast szintű dolgot lehet csinálni. Különösen akkor, hogyha analógot modellező pluginjai vannak az embernek. Na most, hogyha in the box már jó szól, az azért van, mert jóra hallgattad, megszoktál egy arányrendszert, amikor kiküldöd az egyébként kalibrált analóg keverődre, akkor tök másképpen szólal meg. Ennek számos oka van, elsősorban az, hogy kikerült a fizikai térbe. Igen, de egyszer csak azt veszed észre, hogy először is a keveréskor nem kell mínusz 6 dB-ben visszahúzni az összes csatornát, ugye, hogy ne verje le a master kimenetet,
hanem sokkal szabadabban kezelheted, ott a sínen fog összesítés a sínen zajlik, tehát gyakorlatilag feszültség így van. Összesítődik, ergo sokkal nagyobb a headroom. Ha analóg torzításba megy, az néha még jó is, van, hogy behajtjuk analóg torzításba, arról már nem is beszélve, hogy ezen a kis szemétládán van két ilyen, ugye ez a rólad elnevezett gomba, silk gomba, amivel lehet a magas és a mély torzítását még csúnyítani is, szépen bele. Ezeket mennyire használod? Tehát... Nem használom, én nem szeretem, de volt olyan remix, aminek ez állt jól, mint hogy van olyan remix, aminek az áll jól, hogyha limiterre szétvereted, szétpaszírozod a zenét. Mert egyszerűen vannak ilyen típusú megszólások. Te melyik típusú csávó vagy? Én dolgoztam, mert csak a nézők nem tudják. Hát én azt szeretem a marad headroom, én azt szeretem a marad dinamika. Ja, te a biztonsági játékos vagy, nem, tudom csak ismerlek. Sem, én szeretem a szépen szól valami. Igen. Én megőrülök az, hogy jól szóljon. Ezért investáltam ebbe a sok cuccba, ebből lehetett volna másra is költeni, de nekem ez hobbim is, vagy hogy mondjam, szóval nekem fontos... Azért vagyunk itt. Elmondjam, mit csináljak? Hát azért, persze. Ha most meghallgatod ennek a lemeznek a dalait, sokan sokféleképpen vélekedhetnek felőle. De az biztos, hogy ezt mi úgy kevertük, hogy vannak mondjuk úgy etalon felvételeink, ebből 3-4-et behúztunk a Cubase projektünkbe, és addig tologattuk az EQ-kat, meg addig hangolgattuk a kompresszort, meg a végelimitációt, amíg én úgy érzem, hogyha nem is tök ugyanoda értünk el, de nincsenek nagyságrendi különbségek a saját nézetünk szerint. Erről is megoszolhatnak a vélemények, ez nem akarok senkit befolyásolni, de azt gondolom, hogy ezzel a lemezzel odaértünk el, ahova mindig is el akartunk érni. Egyrészt, hogy saját környezetben dolgozunk, professzionális körülmények között dolgozunk, professzionális eszközökkel, profik már a zenésztársak is, profik az eszközök. Ugye 30 évvel ezelőtt, amikor lemezt kezdtünk csinálni Magyarországon, Dorosmai Peti stúdiójába, akinek a szakértelmét nem vitathatja senki, óriás mesteremnek tartom, ő lényegében félig meddig felhasználói szintű eszközökkel próbált professzionális körülményeket teremteni, akkor... és professzionális végterméket létrehozni. Tehát nála a nagyobb producert nem ismerek, mert a majdnem a semmiből próbált felvételeket kihozni. Óriási zenész egyébként, nagyon jó ember is, rengeteget tanultam tőle. Zseniás dobos. És ott már én éreztem, hogy én egyszer majd valami ilyesmit szeretnék, amellett, hogy még sok minden más foglalkoztat, de hogy egy ilyen műhelyt szeretnék magamnak, és ugye azt a múltkori adásban elmondjuk, ez már a sokadik ilyen kis saját építésű valami, ami egy ilyen suferájból nőtt ki magát egy kicsit nagyobbra. Nézzétek vissza, tényleg nagyon jó. Tehát volt. Magyarul ez nem úgy volt, hogy kihozta a csomagküldőszolgálat készen a stúdiót, hanem ez hosszú évtizedek munkája, munkának az eredménye van benne, meg a gyűjtő szenvedély, és én például nem tudok megválni eszközöktől, nagy ritkán adok el dolgokat, és akkor is mindig megbánom egyébként. Na most, amit erről az analóg keverésről akarok elmondani, a láncot gyorsan elmesélem, jó? Ebből a két, mutassuk, ebből a két 8 csatornás hangkártyából megy a kapcsolótáblán keresztül a jel a 16 csatornás összegzőbe. Eleve ez a csatorna, csak kihúzom, hogy jobban lássál, ezek a csatornák úgy kerültek kiosztásra, hogy a két hangkártyának az összes kimenete, ugye egy normális, hogy kell ezt mondani? Milyen, hogy mit szeretném? Mondjuk patch BN, nem tudom, ennek van a magyar kapcsolótáblán. Egy normális kapcsolótáblán. Nincs magyar neve, ez a magyar neve. A felső az out, az alsó az in. Na most itt látjuk, hogy a két kártya 1-től 8-ig kimenetei. A második kártya azért RM, mert itt korábban iratoztam fel, a kettes kártya helyén egy RM volt, nem Apollo. Ezeknek az outjai idáig, ezek elmennek a summing mixernek az innyeibe. Hogy mennek el? Úgyhogy nem kell kábeleznem, mert ez egy úgynevezett normalizálható kapcsolótábla. Látjuk itt, hogy normalizált állásban vannak ezek a kis kapcsolók. Ez azt jelenti, hogyha nincsen beledugva kábel, akkor a felső outból a jel az alsó inbe megy be. Automatikusan. Esetünkben ez azt jelenti, hogy az első kártyának a 8 csatornája a summing mixer első 8 csatornájába megy be, a második kártya 8 csatornája a summing mixer másik 8 csatornájába megy be. Továbbá. Ez Ákosi megszállottságot tükröz maga a patch bay kiosztás. Azt jelenti, hogy a summing mixernek a két outja, ugye, mert sztereóba keveri le ezeket, az egyből ennek a Summit Audio-nak a preampjába megy be. Anélkül, hogy egyetlen egy dugót is betettem. Így van, viszont
hogy van patchbill-ed, ugye ez biztosítja számodra, hogy bármikor be akarsz... Igen, tehát mondjuk az egyikből el akarok küldeni egy EQ-ba, real time. Mert te kitalálod, hogy kitalálom, hogy én real time akarok EQ-zni, és azt akarom visszacsavarni a keverőbe, akkor fogom, kipecselem a, mondjuk tegyük fel, hogy a 3-as, 4-es kimenetből. Mutassuk ezt, Dani, mert ezt emberek nem láttak még ilyen tétképet, szerintem sokan. A PG-be, jó? Abba a kompresszorba. Ebben a kompresszornak az innyébe beleteszem. Majd a kompresszor, itt van a TG left right, ezt teszem a keverő felé, tehát így gyakorlatilag inzertáltam egy nagyon komoly cuccot, analóg. Kompresszor limitert, analóg módon bekötöttem, úgyhogy ha ezt... Ez olyan, mint amikor ott az insertet ez pontosan olyan, mint az analóg időszakban. Mert hogy most analóg területen vagyunk, ezt nem lehet megcsinálni a box. Tehát mi történik? Így egy az egybe elmegy a 16 csatorna jel a 16 csatornás keverőbe, a keverőnek a sztereójából kijön, és itt úgy van, látod, itt van summing left right, ez elmegy rögtön az MPE előfogába. Igen. Hát a klasszik lánc. Miért megy ez előfogba? Azért, hogy egy Rupert név tervezte előerősítéssel menjen a kompresszor felé. Most itt megint jön egy csavar, szerintem a nézőink felé terveztettük, hogy ez az eszköz, ugye ez egy hibrid eszköz. Ebben van, egyrészt egy sztereó, vagy két mono, vagy egy sztereó előfog, és itt van egy négy csatornás, digitálisan vezérelhető, visszahívható analóg EQ, ami szintén Rupert név tervezésű. Mutassuk meg a nézőknek, hogy bocsánat, hogy elmozdíthatjuk, ugye? Természetesen. Hogy ezeken a kis képernyőkkel itt ugye fél dB-s lépésekben lehet látni, hogy hogyan lehet ezt. Tehát gyakorlatilag ez egy abszolút mastering rate cucc egyik részről. Ez egy mastering EQ, igen, ez nem vitás. Itt és ugye a lényege az, plusz, hogy még plusz egy plusz preampod is van. Igen, de miért jó az a preampod? Na miért jó a preampod? Azért, mert, na, és innen jön megint, itt már a megszállottságnak egy újabb szintjére lépünk, hogy mi nem fogjuk a preampból automatikusan ezen a dobozon belül in the box, mondanám, az EQ felé küldeni, hát mert a normális ember a kompresszort így szereti az EQ elé tenni. Ezért én azt csinálom, hogy ezen a patch bay-en, hogy ne kelljen örökké kábelezni, ezért minden oda meg vissza be van kötve. A summing mixernek a kimenete bemegy az előfogba, az előfog kimenete elmegy a Rockriper csöves kompresszorba. Így van. Magyarul nem csak a kompresszor bemeneti oldalán tudom eldönteni, hogy mekkora jelet fog kompresszálni, ugye ezzel lényegében, ahogy növelem a bemeneti hangerőt, mondjuk így, ezzel lecsökkentem a thresholdot, a küszöböt, ugye? Így van. Tehát tehát nincs külön threshold érték, pontosabban van, de mert itt a thresholdom, ha akarom, de a thresholdot befolyásolhatom azzal is, hogy mekkora jelet küldök így, a kompiba. Így, de én nem szeretem az ő bemeneti oldalát, az ő trafójának a hangját hallgatni, csak nekem ez az előresítés jobban tetszik magyarul. Itt meg tudom nyomni akár, most nézzük a végét, megjött a zajunk is. Tehát ú, de jó kis fehér zaj, de rég hallottunk ilyet. Mehetek följebb. Jó, de hát most már 64 dB-t adtunk hozzá a jelhez, amit nem adhatunk hozzá. Tehát, jó, tehát mondjuk 4-5 dB-vel megtolom azt a jelet, ami kijön a keverőből, ez belemegy a kompresszorba. Ez a kompresszor akkor működik jól, ha nem nagyon rángatjuk. Így van. Hát tehát ennek ez csak a krémet teszi a tetejére, tehát ennek nem az a dolga igazából, úgy kell keverni, hogy már össze legyen rántva, meg csoportonként meg lehet kompresszálni, vagy stemenként meg lehet kompresszálni, ha valaki nagyon összenyomott dolgot akar. Gyors kérdés. Igen? Ezt biztos, hogy meg fogják kérdezni. Úgy szoktál keverni, hogy eleve engage, tehát hogy megy a kompresszorod, és akkor úgy tologatod az ágyokat, vagy te azt csinálod inkább, hogy először összekevered, aztán molyolsz rajta? Nagyon, nagyon logikus a kérdés, mert amíg csak egy extrának használtuk a summingot, és azt gondoltuk, hogy az a végén valakis rászorjuk a porcukrot, azt hello, addig az volt, hogy in the box jó volt, kitettük, nem jó. És akkor kiderült, hogy hát úgy kell keverni. Igen. Tehát ha a dobozon kívül keversz, akkor tök más eredmény születik, és nem kell utólag kínosan adjusztálni az analóg eszközöket. Tehát a helyzet az, hogy ha már ilyen eszközökre jutott az ember, ilyen a kezében van, akkor ezeken kell keverni. Teljesen másképp fogod adagolni a hangerőket, másképpen állnak össze az arányok, sokkal gusztusosabban szól. Azt szoktuk mondani, kitaláltunk egy ilyen hülye szót, lehet, hogy nincs is ilyen szó, hogy szelektíven szól. Ami azt jelenti, hogy ha az analóg területen keverjük össze, akkor akármelyik hangszerre koncentrálsz, külön tudod hallani. Ezt nem tudom másképp megmagyarázni, és nem akarok ilyen
tudod, van a kígyóolaj árus, hogy ez, ha bekeni, mindenre jó, a haráncsüllyedéstől a mumpszig, de én ebben hiszek, és úgy érzem, hogy hallom is. Tehát itt persze... Hogy mennyire használod ezt ki? Mondjuk el azért a nézőknek, hogy enélkül lehet jó zenét csinálni. Tehát először ennek a műfajnak a legfontosabb szabály az, hogy jó nótát kell írni, oké? Okay? És a jó nótát írtál, ésszel hangszerelted meg. Nem úgy, mint én ifjú koromban, amikor azt gondoltam, hogy hangszerelés az, hogy tömjük meg mindennel. Igen, amit kölcsön tudunk minden kérni, az legyen. Ha sok minden szól, az biztos jó. Tehát ezt megtanultuk mondjuk 30 év kellett hozzá, hogy a hangszerelés az nem ezt jelenti, hanem az, hogy pontosan, hogy a helyeket ki kell hagyni minden hangszernek, stb. De hát ezt nyilván a nézőink egy jelentős része tudja. Tehát in the box baromi jól lehet keverni, broadcast minőséget, óriási világslágert simán lehet vele csinálni. Notabene, halljuk nagyjából a rádióba azt, amit in the box kevertek. Igen. Tehát tök egy formán szó. Ugyanazokat a szoftszintiket használják, hallod. Szanaszét van préselve, kompresszálva, gusztustalanul, igen, embertelenül, zeneietlenül. Igen. Az ének, az valami dráma. Az összes nagy dance világszámba az ének, az gyalázat. Az, hát, az, hogy beküldik. Főleg mostanában, nem tudom, mit csinálnak. Ilyenre van kompresszálva. Így néz ki az ének, ha suttog, ha böfög, ha nyíg, ha énekel, ha visít, tök ugyanúgy szól. Arról nem beszélve, hogy a vége az, hogy így kiesik egy ilyen tömb a masteringből. Tehát azért nyugtassuk meg a nézőket, hogy nem csak analóg cuccal lehet keverni. Abszolút. De analóg cuccal más lehetőségek vannak. Tehát megcsináljuk azt, mert nem vagyunk normálisak, és ahogy Fab Dupont szokta mondani, just because we can, csak azért, mert megtehetjük, hogy az előfogból bemenjünk a kompresszorba, majd a kompresszor jelét, itt látszik, Rock Ripe Out, azt visszatesszük az EQ-ba. Magyarul, ez még nem a mastering, ez egy ilyen pre-mastering-szerű dolog. Hát a fél mastering. Magyarul mi soha nem csinálunk olyat, hogy in the box összekeverjük, majd kiküldjük stemenként, és aztán van egy, és azt kiírjuk, és aztán van egy külön a sztereóból egy mastering szekció, hanem mi már tulajdonképpen a keveréskor összesítünk is, kicsit masztereltek. Kicsit a dinamika tartományt csökkentjük, azaz maszterelünk, EQ-zzuk is a végterméket, és amikor ez megvan, akkor ezt visszaírjuk. Korábbiakban úgy tettük, hogy itt látjuk, hogy az MPE EQ-jának a vége, az Apollo 1-2-be megy vissza. Tehát anélkül, hogy egy bantam dugót bedugtál volna. Tehát ez egy okosan kitalált rendszer, ez a kvázi a... Világos. Ennek a stúdiónak az ötlete. Szívesen Apollo. Átadjuk másnak, ha valaki ezt tudja használni, de... Még ne haragudj, de ezt be kell fejezni. Okay. Ugye mi 48-24-en dolgozunk. Mielőtt bárki feljajdulna, hagyjátok a hülyességet, jó? Senki nem hallja. A 48 és a 96 között, aki hallja, az jöjjön hozzám. Jó párszor megfektettem embereket azzal, hogy soft vagy hard szinti szól. Tök mindegy, oké? Okay? A mai soft szintik úgy szólnak, hogy nem lehet megkülönböztetni. Természetesen vannak olyan hardverek, amelyek nagyon különleges soundot csinálnak, de ma csak soft szintivel, tehát lényegesen olcsóbban, ha tetszik, vagy gazdaságosabban, tökéletes szinti hangokat lehet csinálni. Olyan analóg modellezés van már, hogy le a kalappal, a múltkor elmondtam, hogy mik a kedvenceim, úgyhogy bárki bármit mond, sorry a kereskedőktől, nem kell drága hardware szintit venni. Ha azt szeretnél venni, azt tetszik, az inspirál, akkor azt vegyél, és van megvan rá pénzed, persze, de igazából egyszerű 150 eurós soft szintikkel. Igen, így van. Csak mondom, mellesleg mondom, hogy november 30-ig akcióban van a Silent, ami 10 vagy 12 évvel ezelőtt megszületett szoftver hangszer, most már persze X-edik verziója van, de a lényegében szerintem tök ugyanaz, csak a védelem változott. Igen, a védelem, meg a védelem. Ez így van. Tehát most kiírtak ráadásul egy pályázatot is, azt hiszem november 30-ig kell beadni, hogy minden sávon Silent szóljon, és akkor ez a... Igen, ez mi a lesz belőle? Ilyenekben én nagyon sokszor vettem részt, nem a pályázat miatt, volt egy ilyen One Synth Challenge nevű oldal, ahol mindig egy szintit kellett a lábcintől, a pergőn. Ezeket szereted? Ezeket nagyon szerettem csinálni sokszor. Ilyen ízik, kamu néven nyomod, vagy hogy csinálod ezt? Hát már nem is tudom, hogy milyen név, nem, azt hiszem én a saját nevem adom be, hát meg tök mindegy, ott se tudják. Tehát szerintem ez
már a játék is, nem kell, hogy mondjam, meg kell részt venni a versenyben, nem akarsz, de maga a játék is jó, hogy ki tudod, de csak tehát tanulsz a szinti programozására. Na, sok miket tudtok magához, és ha mondjuk nem tudod a szintidet programozni, mert nem kell azt programozni, akkor milyen jó, hogy egy ilyen játékban megtanulhatod, vagy fölmész, tele van ilyen oktató videókkal a net, bárki megteheti, megnézni, hogy kell csinálni egy lábcint. Abba ülünk mi is például. Na, most. Stb. Tehát magyarul én azt mondanám, hogy én nem szeretem azért, mert azt jelenti, ez a Mac, vagy PC, vagy milyen, hagyjuk ezt, jó, meg milyen frekvencián, ha valaki 44-en akar dolgozom azon. Én azt gondolom, hogy a hallgatónk, aki nyilvánvalóan a buszon egy telefonról szénné tömörített MP3-ba két füldugóval fogja hallgatni, az ő szempontjából teljesen mindegy, hogy 44-en vagy 96 kHz-en vetted föl. Hogy nekem nem mindegy, arról nem sokára szó fog esni. Így van. A lényeg, hogy korábban ugye mi 48-24-en dolgozunk, mi ezt találjuk hangminőségileg is már elfogadhatónak, és adatmennyiségben még kezelhetőnek. De most belenézünk egy olyan sztoriba, hogy a szerverünkön ennek a lemeznek az anyagai, ezek körülbelül milyen területet foglalnak el, akkor azt fogjuk látni, hogy a 2019-es projektek 40 gigabájtot foglalnak el. Jézusom, hát mennyit zenélszte? Na, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ha ez most 96 kHz-en kerül felvételre, 64 bites lebegőpontos fájlokat csinál, az 200. Akkor az 200 G értelmetlen a dolog. Nem hallható. Van olyan dolog, ami hallható, és ez az, amit folyton halogatunk, hogy majd erről beszélni fogunk. Tehát, ha 48-24-es projektben a 16 csatornán kilökjük a keverőn keresztül, az előrősítővel felerősítjük, a kompresszorral kompresszáljuk, az EQ-val szépen kisimítjuk a frekvenciákat, ezt egyből vissza tudjuk venni egy következő sávra, én Cubase-zel dolgozom, a Cubase-nek a plusz két sávot csinálok benne, és fölveszem a 48-24-en a seggéből kijövő hangot, mert hiszen 48-24-es a projektem, amit kilökök. De. Ráadásul klokszinkronban vagy. Klokszinkronban vagyok. Igen, csak a Ákos bácsi nem normális, és általában hajnalban, félálomban, nagyon rosszalvó vagyok, különösen az utóbbi időben, jutnak eszembe azok az ötletek, amelyekkel még jobban meg tudom nehezíteni a magam és a környezetemnek az életét. És kitaláltam, hogy nemrégiben nekem nagyon fontos volt az, hogy a lepe gyakran ül itt cuccot kever, és nem tudok hozzáférni a soft szintjeimhez, nem tudok komponálni, nem tudok hangszerelni, és rétre kell hoznom egy másik munkaállomást. És akkor igen, de akkor az már legyen mobil, rettenetesen kitoltam magammal, kitaláltam, hogy a Universal Audio családban maradok, mert nekem most már nagyon hozzám nőttek a munkafolyamatomban, nagyon fontos részt kapnak ezek a pluginek, amiket ők kiadtak, és nekem jelentős részét meg is vettem. És még abba a csoportba, amiben a Universal Audio eszközöket be lehet licenszileg sorolni, még volt egy helyem, és akkor vettem egy Aero-t. Az Aero az a legkisebb, igen. Egy mag van benne, pont semmire se jó, de egy left-right kimenettel, meg egy left-right bemenettel el lehet vissza ózkodni. A gyökerekhez. De várj. Amiatt, hogy a lepe folyton itt ült és kevert, és akkor én producerkedtem, és nem tudom, és mellette dolgozni akartam, vettem egy laptopot, egy Thunderbolt 3-as csatolású Aero-t, így arra is tudtam autorizálni a már megvett szoftvereimet. Vettem egy, a Cubase-nek volt egy akciója, vettem egy másik Cubase 10-est arra, és így például, amikor a gyerekeimmel elmentünk nyaralni, akkor tudtam velük fürdeni, kártyázni, tökmagozni, leckét kikérdezni, olvasónaplót írni, mondjuk nagyjából reggel 8-tól éjfélig, és éjfélkor, amikor elcsúszott a ház, hajnal 4-ig tudtam hangszerelni az Időszigetnek azokat a dalait, amelyeknek hangszerelése még rám várt. Professzionális körülmények között, és ha elfogyott mondjuk annak az egy magnak a processzor ereje, akkor leszámoltam szépen, nem szégyeltem. Jó, igen. Na, és akkor így soft szintikkel is csináltam benne sok mindent, amit aztán részben hard szintire cseréltem, és az egészet 96 kHz-ben írtam ki, just because we can. És akkor 96 kHz-ről visszabújtottam a 48-as projektbe a vavukat, és észrevettem, hogy ez másképp szól. Nekem jobban tetszően szól. És ez szülte meg bennem azt az ötletet, hogy ha már van egy még egy egységem, akkor kvázi, ami régen a szalagos magnó kezelő ember volt, ugye amikor lejött a keverőről a cucc, és a mastering részen átment, akkor volt egy szalagos csáva, aki lenyomta a play és a record gombokat egyszerre, és fölvették szépen szalagra a végét, hogy most
ez a gép lesz a szalagos magnónk, és ami az hiába 48-24 az eleje, ami itt történik, az már analóg tartomány, van, teljesen, és ennek a végét nem a 48-24-es projektbe fogom visszaírni, hanem teljesen külön analóg kijövök, és 96 kHz-ben 64 bit lebegőponttal fogom visszavenni, és abból fogom visszabutítani majd a CD kiadáshoz a 44.1-et. Igen ám, de van-e ennek értelme? Ez egy nagy kérdés. És van. Ugyanis meg tudom mutatni neked, mert én tényleg megszállt, hogy én szeretem, amit csinálok. Én ismerlek. Tehát azt akarom neked megmutatni, hogy ez egy olyan projekt, amiben a Lepével, hogy ő azért kell nekem, hogy legyen egy fő, én tudom, hogy mit akarok, de ő egy jó szakember, és ha teljesen hülye vagyok, akkor néha szól, és néha még ő is teljesen hülye. De most képzeld el, ezt a nézőink nem fogják hallani, de te meg fogod hallani, most kérlek ne nézd, hogy próbáld jó, nem nézni. Oké, nézd, elfordulok. Itt van egy dal. Ez a Néma Fohász című dalunk. Most szól az egyik, és most át fogom váltani a másikra, most. Ez a kis, na, erről van szó. Ez, én úgy gondolom, hogyha én, zenész, szövegíró, énekes, stúdió tulajdonos és bizonyos értelemben tiszteletbeli hangmérnök hallom a különbséget, akkor érdekel. Ha nem hallom, nem érdekel. Engem nem érdekel a trafó, nem érdekel az impedancia, nem érdekel a süket reklámszöveg. Az érdekel, hogy hallom-e. Ha hallom, akkor van miről beszélni. Ha nem hallom, nem érdekel a vaker. Jó, nem, hogy hány százmillió forintért kell mikrofont venni, meg kábelt, meg a hifistáknál van, tudod, hogy rátesz egy ilyen piros korongot, és akkor azt mondja. De nem hallod egyébként, mennyi sem is nem hallani. Nem megyünk rögni a hifisóra. Azon van mit, de hogy mondjam, tehát aki stúdióban dolgozik, az a hifin tényleg csak mosolyog. A hifinek is van létjogosultsága. Igen. Ha azt meg tudja jeleníteni, amit egy stúdióban hallasz, akkor oké. Okay. Ami ezen túl van, hogy nem tudom én, méterenként 100 000 forintért kell kábelt venni, azt hagyjuk, jó? Mert igen. Jó, ezt hagyjuk. Tehát a lényeg, hogy tök egyértelműen lehetett hallani, hogy a 48-24-ről 44.1-re Apogee algoritmussal visszaszámolt cucc, az másképp szól, mint a 96-ról. 44. És miben szól másképp? A 96-nak olyan kicsit, mintha még a panorámán még lenne még egy racsni. Meg a teteje egyel. A teteje sokkal igen, nem részletesebb. Is, azt mondom, hogy részletgazdagabb. Az szerintem nem dinamikusabb, mert nagyon pici a különbség. Tehát majdnem hallhatatlan a különbség, de aki mondjuk erre ki van hegyezve meg, akit ez érdekel, az hallja a különbséget. Mindjárt mondom az ellenpróbáját is, hogy azért teljesen nem vagyok hülyék. Tehát magyar azt hallottam, hogy a magasban részletgazdagabb, és egy picit a sztereója, mintha szélesebb lenne, és kevésbé mocskol a közepén. Ugye kevésbé van ez a sáros, igen, összemosódó valami a közepén. Megcsináltam az M-próbát. Hát ha a 96 ennyivel jobb, mint a 48, akkor miért ne a 44.1-nek a sokszorosával vegyük minta? Uh-huh. Igen, a 176,8. Akkor megcsináltam 176,4-jel, hogy abból visszatéve 44.1-re, és a 96-tal ellenpróbába. Na most, ez is egy érdekes dolog. Egy másik dalt mutatok. Ez az Idősziget-nek a címadó dala. Igen, hát ez az. Ez van a na, ez a lényeg. Ez a lényeg. Aha. Jó. Tehát, hogyha most kapcsoltam, nincs különbség. Vagy úgy mondom, nem hallható különbség. Nem hallható. Lehetséges, hogy egy műszerrel megtudnád a különbséget. De ez már kint van az emberi. De ez már nem az emberi. Igen, tehát magyarul a 176, most hozzávetőlegesen mondva, majdnem kétszer akkora adat. Igen. Pont. És nincs különbség, vagy általam, úgy mondom, általam nem hallható a különbség. Igen. Te azt mondtad, hogy kapcsolgatod? Mert nem hallottad. Igen. Ott az első kapcsolat sem megmondtad, mert tényleg a nagyon fura, hogy a 48-ról 96 kHz-re a kettő közötti különbség pedig 44-1-re van visszabutítva mind a kettő. Igen. Mert ez már azért van, hogy a CD-n majd hogy fog szólni. És hát a CD-n jobban szól a 96 kHz-es, akkor megéri az Ákos hülye ötlete, hogy egy külön szalagos magnónak kinevezett laptop hangkártya kombón vegyük fel. És ezt is tettük, csak a hangkártya kimenetét visszakötöttük ide, hogy közben halljuk, hogy mit csinálunk. Aha. Ugye?
amit ugyan megint 48-on vett minta, de a recording ott zajlott, aminek az az eredménye, hogy volt egy olyan projektünk, amiben 96-64-es fájlok voltak, és arra tettük rá, 96 kHz-es projektbe tettük rá a, ott, ahol használtunk szalagszaturációt, kiváló a Universal Audio szalagszaturáció, az ATR 102, az igen, mámor. Az, és az a baj, hogy annyira megimádtam, hogy lehet rajta szalagnyávogást, meg zajt, meg mindent beállítani, és egyszer-két napig pihentettem a mastert, és mikor föltettem, akkor azt hallottam, hogy nyávog az egész szét. Rommá nyávogtattam. Minden szám így kezdődött. Katasztrófa. Úgyhogy hát az vissza kellett menni és újra. És a limitert is. Ugye a legvégére teszem a limitert, Oxfordot használok, az baromi. Igen, Luke Head funkció van benne, tehát az egy nagyon... Én mindent azzal limitálok. Nagyon finom zenei. A torzítás részét azt nagyon nem szerettem. Azt majdnem, hogy nem szabad használni. Meg a safe módot sem, mert akkor igen, az a, annak van, aki biztonságba akarja tudni magát. Magyarul csak azt akarom ezzel elmondani, hogy ez az első lemezünk, ami 48-24-ben készült, az mondjuk hosszú esztendők óta, lényegében mióta a világ így van, de hogy 96 kHz 64 bit volt a master, amiből a CD-t visszaszámoltuk a 44. Te nagyon bolond vagy az írákos. Tudom, ne haragudj, halálra unták magad az emberek, mert most nem arról beszéltünk, hogy hogy írunk számot, egyébként az sokkal érdekesebb valóban. De lesz, lesz, úgyis majd azt tesz, kicsit és bocsánat, lehet, hogy talán egy kicsit túlrészletesen mondtam, de a helyzet... Nem, ez nagyon jó volt, figyelj. Az... De a helyzet az, hogy a végeredmény az magáért beszélt. Tehát olyan emberek szólnak vissza a lemezről pozitívan, olyasmiről, hogy szól, akik korábban hozzá se szóltak ezekhez a dolgokhoz. Én biztos vagyok benne, hogy a nagyon tömörített streaming szolgáltatóknál, mármint a nagyon tömörített fájlokat leadó streamingelőknél, vagy a YouTube-on talán ez kevésbé hallatszik, de ott is hallatszik egyébként ez a kérdés. Lágos, hogy azért mit tudom, az emberek szerintem a legtöbbje úgy, hogyha valamit szeret, vagy akkor ennek utána lehet venni. Tehát, az átlagosan hallgatott zene, vagy a rádióban szóló zene minősége, Az valahogy nem annyira finom, és mindez azért, mert van ez a hangossági harc, hogy az a jó, ami hangos. És ezért kipasszírozzák a zenéből a dinamikát, igen, minden hangos, a levegővételtől, a madárcsiperéstől kezdve minden a dalokba, és ez ki... Ez és meg... az alájzom is elég és hangos. És ki nyírja a zenét. Igen, kinyírja szerintem is, de... Na most még egyet mondok, amit ebben az adásban mondok el először, jó? Na. Hogy elhatároztam, mert tényleg teljesen megőrültem már, tehát mindig fokozzuk a Frim intézeti beutalót, azt előbb-utóbb meg fogom kapni, hogy azért, mert ez a 96 kHz ennyire baromi jól sikerült, hogy a limitáció előtti állapotból bakelitet fogunk csinálni. Lesz bakelit, és azért, de az is limitált lesz, csak nem a audio fájlok szintjén, hanem a 300 darab lesz belőle. Jó van, figyelj, én még egy kicsit tekizek veled, de a nézők meg azt mindenféleképpen el akarom mondani, hogy lesz veled még egy műsor, mert ezt a most a szavát vettük. Nekem is mondd el. Igen, novemberben. Igen? Hát azt mondtad nekem, hogy decemberben a koncert ki vagy plakátolva, ez az véletlen. Állítólag lesz. Igen, na, akkor állítólag a decemberi koncerted előtt, én majd kikérdeznek, mert biztos, hogy rengeteg embert érdekel az ilyen nóta, meg ennek az ilyen művészi része. Most ebben direkt nem mentünk bele, ebben most jó, nem akarok erre, hogy bejössz már hozzám egyszer a stúdióba, az MTV-be. Ért és elmeséld a népnek. Itt mondhatok még valamit? Hogyne. Hogy tekintettel arra, hogy ismét dupla előadás lesz december 13-án és 14-én az arénában, idén is, csak úgy, mint tavaly, szeretettel felajánlok 10 páros jegyet az MPV hallgatói köszönjük között szépen. A kisorsolás. Mindenki nevében nagyon szépen köszönöm, ez igazán. Örömmel. Tényleg. Köszi Ákos. Én is köszi. Na most, annyira gyorsan beszéltél és annyira tömören, hogy így a embereknek egy-két dolgot kiemelnék. Danikám, mutassad majd. Dani áll a kamera mögött, a másik kamera mögött, meg a Juhász Viktor barátunk, úgyhogy nekik is köszönjük szépen így műsoron belül a segítséget. A Viktor már elájult el. Tehát ugye az egy úgynevezett TT patch bay, tehát ez a standard stúdió méretű, nem összekervendő a három és feles kis jackekkel. Ezeket a kábeleket ugye arra csinálják, hogy beton 1000-1 milliószor kihúzva rettenetes legyen, hogy ne a gépeknek a hátulján lévő egyik részű kényelmesebb, ugyebár átláthatóbb, másik részről pedig nem teszett tönkre a gépeken a csatlakozót. Jó van, volt gyerekszobád. Na most, az egy nagyon fontos dolog, hogy például amikor én bemegyek egy stúdióba, meg szerintem ezzel te is így vagy, ott van a rettenet
2.7-es SSL, az igen. már rögtön elmond, hogy a patch bay-re hogy vannak fölrakva a dolgok. Igen. Mert abból azonnal látod azt, hogy kinek mi a workflow-ja. Tehát, hogy a nézőknek meg is... Hát, hogy észre rakták-e össze. Igen, meg hogy észre rakták. Mert a patch bay-nek nem az a lényege, hogy mindenki meneted, minden meneted rajta legyen, ez nyilván fontos, de hogy ez milyen rendszerben van fölrakva, az, az nagyon nem mindegy. Mert ilyenkor például az, hogy nem kell kábel, most gondolj, de nem kell 16 kábel dugdányozni. Hát már is oké. Okay. De ez mondjuk ez a Switchcraft kell, nem tudom, hogy ez a normalizálás. A Switchcraft az teljesen oké, okay, meg a másik ilyen nagy standard, a Moses & Mitchell, tudod, a másik igen, svájci gyönyörű igen. csapat. Igen. Na mindegy, a nézőknek mondom, hogy lehet látni azt az Ákosnál is, hogy mi a workflow. Tehát rögtön látjuk a patch bay-ből, hogy, hogy az emberünk az adott stúdió milyen struktúrában dolgozik, ugye mit, hogy használ. Meg hogy szereti a rendet. Szereti a rendet, oké, így van. De patch bay-t az vesz először, aki szereti a rendet. Hát nyilván. Ugye, nyilván. A másik dolog, amit szintén gyorsan lepörgettünk is, nagyon fontos, hogy az, hogy az embernek vannak szeretett analóg eszközei, világos, hogy én nem tudom, hogy mondjam, én mindig úgy vagyok fel, hogyha van egy új cuccom, akkor az, nem tudom szebben mondani, mert nem tudok rá csak ilyen angol szót, az rögtön overused. Igen. Tehát az az van, hogy akkor is, ha nem kell. Ha kell, ha nem, az rajta van, rátalálok a X pluginre, akkor minden rajta van. Aztán egy olyan időszak, amikor már jó, remegő kézzel kapcsolod be, mert tudod, hogy átteser vel a ló másik oldalára. Hát attól függ. Tehát, bocsánat, hogy közeljük, de én azt mondanám, hogy ezek az eszközök mindegyik majdnem csak egy trükköt tud, de így azt, van. De azt rettenetesen jó. Ezt rettenetesen jó. Tehát ez, az a jó, hogyha azt megtanul az ember, hogy mit mire használ. Ezt a TG-1 például, ami kompresszor is, meg limiter is, kizárólag dobokra használom, de amit ez a dobokkal művel, azt nem lehet kibírni. Tehát az, mutassuk, az ez a TG-1. Ha ilyen brit dobszandot akar az ember. Igen, ez az a klasszik. Hát ez mondjuk ki, ez Beatles. Igen, bekapcsolom neked. Hát ez az Abbey Road kiadás. Gyakorlatilag ez abból az időből származik, amikor a felvétel készítés hajnala. Igen, igen. Ugye, hát ezeket az eszközöket a célfelvételekhez hozták létre az Abbey Road-ban, és aztán ezek olyan miért szereted a dobon? Sajátos. Azt mondd el, te mit szeretsz benne? Először is, hogy a támadáspontot nem én adom meg neki. Ugye? Tehát autóatak van. Igen, autóatak van. Magyarul mindenbe beleharap azonnal, feltéve, hogy az inputon megetetem őt a jellel. Mert ha itt finomkodok, ugye, akkor tök másképp működik, mert ugye itt szintén nincsen threshold, tehát nincs küszöbérték, magyar a küszöböt, akkor nyomod le a küszöböt, ha bemeneti értékeket fölnyomod. Akkor nyilvánvalóan hamarabb kezd fogni a kompresszor, mert nagyobb jelet kap korábban. És nézd meg, az outputon már nem kell izmozni, így ezek van. Nem véletlenül vannak így beállítva ezek a kis kakasfejek, mert a lényeg az, hogy ha kellően megeteted a jellel, akkor átránt rajta, úgy összepréseli a dobot, és én majdnem mindig limitációba használom. Tehát a kompresszor része számomra nem használható, hát, mert arra lassú, erre van finom. De pont a limiter viszont úgy harap, mint az állat. És azonnal. És akkor itt a release-t is rövidre veszem, hogy az a pumpáló hatásom meglegyen, tudod? És ez egy olyan finom, és ja, és ennek a trafója is marha jó működik, mert egyszerűen kikapcsolhatod ugye belőle a teljes mértékben a limitációs meg a kompressziót is. De ilyenkor ez nem true bypass, ugye így true bypass, ha azt is fölnyomod, a trafón. Igen, így a trafót hallod. És a trafónak is olyan hangja van, ezek, na, figyelj, lehet modellezni ilyesmit szoftverrel, és szerintem eddig egy valakinek sikerült a már emlegetett utált. Dögöljenek meg. Igen. Ugyanis ezek megcsinálták ezt szoftverbe. És az elég és mióta azt megvettem, ne. Azóta alig használom a vasat. Pedig ez egy elég drága holmi. Kis kapcsolom, ne sértődj meg, barátom, sajnál, majd legközelebb talán. De te szoktál így beszélgetni, de is van az ha, az ügyfoga. Én állam is ez de van. Szoftverrel is tudok beszélgetni. Igen. Na mindegy, a mai műsorból szerintem elég sok mindent le lehet szűrni, tehát látható az, hogy most itt nálad, hogy a nézőknek egy kicsit befordítsam,
azért egy ilyen nagyon heavy analóg digitál hibrid dolgok alakultak már itt ki évek ez alatt. Az, ez és már így be vannak betonozódva szinte ezek a dolgok. Most és szó nem rossz értelmében mondom. De tehát ez a, ettől van egy szám. Ez a ilyen 50 méteres cölöpökön áll az, és nem fog semmilyen földrengésnél megsüllyedni. Nem tudom neked, én szoktam így, hogy szokták azon a kártyába kibickedni, bejárni igen, helyekre, igen, szeretem, igen, igen. Hogy megnézzem, hogy mások mit csinálnak. Nem feltétlenül azért, mert abból most úgy megy be az ember, hogy akkor fú, most nagyon tanulok valamit, vagy mit tudom. Vagy nagyon megmondom neki, vagy ma nagyon megmondom neki, hogy minden szar. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy olyan piramis, érted, amit nagyon sok oldalról meg lehet mászni. És világos, hogyha lenne egy aranyút, vagy nem tudom, hogy ezt akkor hogy mindenki azon járna, akkor mindenki azon járna, igen, vagy azt próbálná, de nincs egy aranyút, mert minden egyes workflow, vagy minden egyes ilyen összeállított setupnak megvannak a maga előnyei, meg vannak az árnyoldala is. Tehát úgy, ahogy azt hangsúlyozom, mert akkor arról beszélt Ákos, hogy mennyit el kell tökölni, mire ő bekalibrálgatja az analóg pultot, és hogy ezek mik kell. Világos, hogy ezeket az ember csak akkor vállalja ugye ezeket a felesleges köröket, meg ez munka, energia, értelem, hát fekhetnél a kanapén. Persze. Érted, amit mondok, zaválhatnál csak itt, vagy nem tudom. Hát most másra is beszéljünk, igen, de sok minden lehetőség előtt. Igen, előtt én most csak ezt mondom, és fiatalok is nézik az adást. De a lényeg, amit mondani akartam, hogy világos, hogy ezeket a dolgokat ugye azért vállja az ember, mert valami olyan előnyt kap a másik oldalon, ami, és ez egy nagyon jó volt, csak szerintem nem eléggé domborítottad ki, hogy tudni kell kihasználni ezeket. Tehát úgy nincs értelme, hogy ahogy így mutatod, hogy nem halad a különbséget, akkor az tényleg neked minek. De ha halad a különbséget, és ezt ki tudod használni, mert világos, hogy ez egy versenyszakma, tehát arról szól, hogy ha mással nem is önmagaddal mindenféleképpen versenyzel, tehát magadra rá kell tudnod konkrázni, ezt szeretik az emberek. Tehát itt az van, hogy ha nem fejlődsz, meghalsz. Akkor inkább így mondanám, tehát tulajdonképpen halottnak tekinthető a dolog. Tehát ha más nem, önmagaddal versenyzel, és hogyha nem tudod ezeket az apró dolgokat mire használni, vagy kihasználni, akkor teljesen feleslegesen állott, ugyebár, mert akkor nem segít ezen a dolgon. Részben egyetértem. Na a lényeg, hogy amikor én meghallottam azt a nótát, ugye most egy kvázi új felállás van már, mint a lemezen, olyan új felállás, vagy egy régi új, mert egy, ugye, igen, a régi motorosok egy új koncepcióba. És fú, nekem nagyon bejött. Tehát azt mondtam, ugye, amit a nézők nem tudom ezt mennyire értik, de ez tőlem nagy szó, amikor azt mondom, hogy ezt én se tudnám jobban megcsinálni, érted, és gratulálok, és mit tudom én. Tehát nekem úgy nagyon eltalálta a nóta is, meg minden, de mondom, erről egy egész műsort fogunk csinálni novemberben. Tehát jó, majd jó, erről elbeszélgetünk, jó tudni, igen. Még egyszer, köszönjük szépen részint, hogy fogadtál itt bennünket. Elérte a célját, tehát amit el figyelj, akartál én velem mondatni, ezt elmondtam? Nem az, hogy nem is kérdeztem közben, ráadásul közben sem szoktam szólni, pedig látod, hogy nekem is van beszélőkém, ismersz. Tök jó volt. Tehát okay, ez ebben biztos vagyok, hogy... Csináljuk azt, hogy megkérdezek az embereket, hogy kíváncsiak-e bármire, és ha igen, akkor mire, és arra válaszol. Figyelj, nekem bent, csak nem mostam el, egy ilyen tucat kérdésem van a hülyeségeiddel kapcsolatban, uh-huh, de én azt jobb szeretem... Tehát a művészetemre gondolsz. A részint, a technikai dolgok, jó, így, ez, Ákosnak. Azt vedd magad elé, és ami abból szalonképes, az szívesen megválaszol. Abszolút, de én jobb szeretem azt, amikor így beindítulak, mint a felhúzó segeret, tudod? És akkor így mondod magadtól, mert így... Benned egy csipolla veszett el, tehát ja, így tudod manipulálni a környezetedet. Így mész előre. Fejezd már be, elaludtak a nézők, szevasz, jó volt veled, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.